Sziasztok, Bertényi vagyok. Az előző videóban bemutattam a Premier League és La Liga játékosokat, most még a három topligát, a Liga 1-et, a Szériát és a Bundesligát végig fogjuk nézni, hogy vajon melyik ligában a top ratingek milyenek, és vajon kiket éri meg majd meghasználni a játékban. López 82-et, ez csak kapus, Paqueta az már nincs itt, mondjuk a West Ham-ben is csak ilyen statja. Paqueta kapott volna sokkal nagyobb ratinget. Szóval mondjuk néztünk egy csomót, hogy mondjuk ki mekkora upgrade-et kapott. Paqueta miért csak 82-es a tavalyi szezonja után? Az kicsit nekem érdekes. Pályé 82-es nem nagyon használható. Gájra ugyanúgy igaz. Kimpembe ugyanúgy OP lesz, miatta nem kell aggódni. Minden kezdő csapatban benne lesz. És melyikkel az kezdőkapusnak a Liga 1-hez amúgy tökéletes lesz. Ramos az Fodder. Jedder. 81-es futás. Nem tudom mennyire fogják, mennyire lesz használható. 81-es futás. Sokan azért fogják ugyanúgy használni az elején, de csak csatárba. Szerintem már kicsit kevés lesz a Jedder idén. Hakimi, 92-es futás, 70. Hakimi az ugyanúgy nagyon OP lesz, amiatt nem kell aggódni. Govu, 89, 89, 88. Na, őt kell megszerezni. Azt hiszem négy csillag is lesz. Nagyon-nagyon jó statjai vannak. Fú, te. Ez a kezdőcsatárok, játékosok közül, akik így vannak, goldok, meg minden, ikonokon kívül egyik legjobb lesz. Szerintem nem is lesz annyira vészesen drága. Hát ez igazából csak PSG. A top 10 rating meg a hírók, hát ez gyönyörű. Veretti az nyilván fog, de Donnarumma az mennyi innen, Navas az jó. Marquinhos 79. Marquinhos ugyanúgy OP lesz idén is. Abedi Pelé. Most így, hogy a ratingek gyengébbek lettek, így a Pelé, Ginola még OP-bb lesz. Papen 83-as pace, 90-am shooting. Hát olyan nagyon jó erőcsatár lesz. Nem tudom, hogy... Amit a dribbling statok, hogy pontosan, meg milyen skill move, agility, balansz, attól függ, hogy mennyire lesz használható. Neymar, nem érdekel, milyen statjai vannak. Neymar így is a legjobb játékos lesz az egész játékban, már most garantálom. Kap egy informat, és egyből legópébb lesz. Bappette, jó ég, 95-es futás, 89 shooting. Fuha. Azért ez a Bappe, ez... Jó, ez a Bappe, ez nagyon jó lesz, de érdekes lesz. Szerintem még drágább lesz idén, mint tavaly a játék elején. Messi, amúgy teljesen korrektek a statjai. 81-es pace miatt már csak irányítóban használnám idén szerintem. Tavaly még azt mondom, hogy szélen elmehet, de 81-es futásra szerintem már csak irányító tud lenni. Malinowski, az igazából nem fogják nagyon használni. Rui Patricio 82-es, ugyanúgy Fodder. Zielinski, 81-es pace, 76 shooting, 81 pass. Kezdő CM-nek jó lesz, hogy a szériában Bremer nagyon jó kezdővédő lesz. Fabian az Fodder, Luisa. Fú, a Luisa-be tudod, rosszul néz ki, te jó ég. Nem baj, azért kapjon egy informat, és akkor tökéletes Team of the Week Fodder lesz, ugyanúgy Zapata is. Másra használhatatlan, Quadrado, könyörgöm, legyél idén CM, és mindenképp a kezdő csapatomban lesz. Ez középpályára született az ember, sajnos jobb átért nem szokott jó lenni a játékban. Osimhen Guru, 65-ös passz, meg 78-as dribbling, nekem még mindig böki a csőrömet, de hogyha csak futni szeretsz és kontázni, akkor nagyon jó kezdőcsatár lesz. Kéza meg nagyon OP lesz a játék elején szerintem, csak tavaly nagyon rossz volt a testtípusa, és ilyen nagyon zömök volt. És annyira nem volt jó in-game, attól függ, mennyire lesz magas a dribblingje, vagy mennyire lesz jó. Bonucci 84-es, hát nem kedvencem, maradjunk annyiban. Di Maria, jaj, mit csináltak a futásod, de 79-es már csak, hát Di Mariánk is már csak Fodder lesz, főleg, hogy még kétségos a Wii futja még mindig. Tonali 81-es pace, ez mint ami a BLS kártyája volt kb. Tavaly a játék elején, Tonali az nagyon jó kezdő középpályás lesz a szériába, ja, ez egy egyik legjobb CDM lesz, ő meg Barella, nem tudom mi milyen statjai vannak, Tefri 68-as pace, ő ugyanúgy Fodder lesz csak, Vlaho az kérdéses, de hát 80-as futás, 78 dribbling, 66 pass, igazából csak lőni tud. És nem is elég gyors, úgyhogy Vlahovic-sal én nem számolnék, hogy nagyon használható lesz. Pellegrini egy nagyon jó, például egy Tonali Pellegrini az egy nagyon jó középpályás párosítás szerintem. Fel Pellegrini még jó magas is, jól lefedi, az mondjuk tök jó hangzik. Csánoglu az, mi Milan fan nem szeretném kommentálni, de jó Fodder. Dzeko jó Fodder. Az Inter a legjobb Fodder egyébként, azzal egyetértek. Berardi, ó Istenem, Mumusom, korrekt, jobb szélső, de hát azért háta van jobb a szériában. Leo. Hát amúgy 77-es shooting az csak szélsőnek lesz jó szerintem a Lauda, annak meg tökéletes a szériába kezdőbe. Handanovic már downgrade-elve lett, Tomori, fú. Egyik legjobb kezdővédő lesz a játékban, 86-os utás. Na, az kell,
Tomori meg Militao egy csapatba, 2.86-os futásos. Úgyhogy Tomorit az bőven fogják használni, főleg Teo Hernándezzel, Bastoni, hát talán használható az elején, de nem fölösleges költene. Pogba, Jézusom, 67-es futás, 62-es def, szerintem a Pogba egy hét után fodder lesz a játékban. Az nagyon az a 67-es futás, az, hát megölték Pogbát. Hogyha azt mondja, hogy La Ligába futkos, ott a Valverde 84-es pész, 87-es pész, ja nem, 87-es pész, bocsánat, 88-a Llorente. A Pogba, mit csinálsz 67-es futás? Teo Hernández 93, jaj, Teo az nagyon jó lett. Bácska lehetne használni középen, az mennyire fán lenne, mert valószínűleg nem, de... Vagy közép hátvédbe, azt adnám nagyon. Milinkovic-Savic, futás még mindig kevés. Szerintem ő ugyanúgy nem lesz annyira használható a játékban. Ellenben Barella, például Tonali Barella, az valószínűleg talán a legjobb középpályás párosítás most abban, amit így eddig itt láttam, amivel el tud indítani a széria kezdő csapatodat. És nem is lesz olyan drága, egy Tonali Barella, amúgy tök balanc, tök kiegyensúlyozott, jó védekezés, az tökéletes lesz. Csesnyi, kapussal, de nem tudok mit mondani. Skriniar, ugyanúgy jó, mint kicsit kevesebb pénz, mint tavaly, de ugyanúgy egy jó védő lesz. Lautaro, 83-83. Hát kb. Ő lesz a kezdő olasz csatár, akit tudsz használni. De nem lesz drága, nem kell miatt aggódnod. Lakaká, 80-as futás, 75-es dribbling, 75-ös passz. Nagyon jó lesz SBC-kben. Dybala, 80-as futás, jó, elfogadjuk. Dybala, aki még mindig kinéz 16-nak, szériában jó lesz kezdirányítónak egyébként. Annak tökéletes lesz. Immobil, 68-as passz, 80-as dribbling, köszi, de nem köszi. Brozovic, fodder ugyanúgy. Fú, de jól néz ki a Márkizio. És ez a híróknak majd lesz jobb kártyájuk. Egyből Hulitgenggel kezd a Márkizio, azért az kemény. És főleg, hogyha nézted élőben, valószínűleg Limbody type-ja lesz. Hogyha kap egy 4 csillagot, akkor a Márkizio nagyon OP lesz a játékban. Mignon, 87-es széria legjobb kapusa, teljesen megérdemelt. Brolin, nagyon jól néz ki statokra. Ha ő is kap egy 4 csillagot minimum, akkor ő nagyon jó használható lesz. És ja, egyébként a hírok most eléggé kiemelkedőek lesznek a szériában, de kezdő csapatoknak nagyon jó lesz a széria egyébként. Úgyhogy látok benne potenciált. A Bundesliga, és a 40. helyen Willi Orbán. Hát sajnos szegényként csak fodder lesz, nem fogják használni az emberek. Werner kezdő csatárnak tökéletes lesz a Bundesligában. Schlotterbeck jó kezdővédő lesz. Kramaric, Ginter, Tah, Angelino, Baumann, ezek mind fodderek. Kivéve Laimer, ugyanúgy jó lesz a játék elején. De nem lesz őrült drága, nem kell aggódni miatta. Radetzky fodder, Davis 84-es, nagyon helyes. Mondjuk az ő is kapott upgrade-t ahhoz képest, hogy nem játszott semmit. 76-os def, 77 fizikál, 85 dribbling, 94-es futás, 77-es passz. Davis az nagyon jó lesz, egyik legjobb átvéd lesz a játékban. Bellingham, két inform és Hulitgeng. Bellingham az nagyon jó kezdő, középpályás lesz szerintem. Diaby, az a baj, hogy mindig 2 csillagos végfut valószínűleg, plusz 59-es fizikál. Hát ebben a Diabiba én annyira nem bízok. Hernández kezdő védőnek tökéletes, amúgy Sunny, hát kapna egy 3 csillagos vígfutat, és nagyon szeretném. Kapok kicsivel kevesebb futás, de jó shooting, jó passz, jó dribbling. Lenne egy 3 csillagos vígfutja, irányító is lehetne egyébként, komolyan mondom. Vagy akár csatárba is meg lehetne úgy próbálni. Hummels, fodder már szegényként, már régóta, Sommer ugyanaz. Süle, 71-es futás, hát tudom, hogy nagy tank, de 59-es dribbling, 71-es futás. Van ennél jobb opció. Gnabry 82-es futás, gondolom megint a gyorsulás jobb lesz, de ez még mindig kevés szerintem, hogy szélen használt. Hogyha irányítóbb át tudod rakni, akkor az tökéletes. Delik szerintem a legtöbb kezdőcsapatban ő lesz amúgy, én azt tippelem. Royce 70-es futás, hát az már semmi, Ricken tudjuk, hogy mit tud. Sikk az ugyanúgy, én nem használnám 78-as futás, 80-as shooting. Kostic az nyilván már Juventus, max CM-be lehet használni, hogyha oda át tudod váltani. De 2 csillagos wigfoot, meg 3 csillagos skémó, úgyhogy nem erőltetném. Smoledek attól hát egy ilyen kis mini butra genyónak néz ki egyébként. Fú, és még milyen fizikája is van. Ez a dribbling ilyen fizikállal. Smoledek azért elég OP lesz, attól függ, hogy milyen skémó wigfoot, de nagyon jó. Nkunku, legópébb kezdő támadó CM lesz, nyilván King Bobby Firmino után, de az Nkunku az jó lesz nagyon. Hát mindenképp csak CM-ben játszhatnám, hogyha megkapta a 4 csillagos wigfootot, akkor már irányítóban is el lehet gondolkozni rajta. Vagy akár még szélsőnek is ezzel a futással. Coman, szokásos egyébként,
kb. Semmi nem változott rajta. Táp, hajrá, Fodder, Goretzka. Aj, nem Hulit Geng szegényként. Ez már elszomorít, de így is ő lesz valószínűleg a legjobb középpályás. Müller, hogy lehet valakinek ilyen rossz statja egy játékban, amikor annyira jó élőben? Gomez, az ugyanaz, Kohler is, Tudi Föller. Föller az... Mi Föller? 89-es futás, 90 shooting, 76 pass, 80 dribbling, 85 fizika. Hogyha jól tudom, 4 csillag lesz ő egyébként. Hogyha négy csillag megvan neki, akkor nagyon jó lesz egyébként. Rá kíváncsi leszek. Kimik 68-as futás, megölték. Mané 90-es futás, 80 shooting. Mané az egyik legjobb támadó lesz a játékban az elején, abban biztos vagyok. Lucio egyik legópébb védő lesz a játék elején, azt most erőre megmondom. Én, mint aki nagyon szereti a brazilokat, mindenképp fogok játszani vele. Az mindenképp lesz olyan. 2x2-es brazil válogatottat már szinte teljesen össze tudom rakni a játékban, nagyon örülök. Emmanuel Neuer, legjobb játékos a Bundesligában, szerintem teljesen megérdemelt. Ezek voltak a maradék rétények, amikről még volt információm, lassan többet is meg fogunk tudni a játékról. A következő videóban pedig a chemistry-t fogom elmagyarázni nektek, mindent, amit tudni kell róla, el fogom hozni. Úgyhogy találkozunk a következő videóban, sziasztok!